Hát én most egy ilyen számomra is meglepő ünnepség sorozat után vagyok. Nem merem hangosan mondani, hogy elég fárasztó ünnepség sorozat után, de hát nagyon jó leső a lelkemnek. Ugye az is külön jelent számomra sok mindent, hogy ugye kaptam különböző levélbeli gratulációkat, és kaptam Gyurcsány Ferenctől, Szili Katalintól, Orbán Viktortól, Semjén Zsolttól. Ezt én csak azért mondom, mert számomra jól esett, hogy a paletta egymással nem különösebb kontaktusban lévő személyeit is megtiszteltek egy ilyen gratulációval. Hát ne titkoljuk, ez a 80 év, ez betyár sok. Ha én visszagondolok, hogy néztem egy 80 évesre, akkor a rezignált hangulatba kerülök. Egyébként 26-án családi körben voltam, de azok is 40-en voltak. Atya világ, az is egy jó kis... Legszűkebb barátok, de hát a testvérem is. Mi minden évben így is, mert én ehhez ragaszkodom, én vagyok a korelnök. 24-en találkozunk a Somogyban, Nagybajomban, ott van a családi kriptánk, és az ősök ott nyugszanak. És eddig még minden évben összejöttünk, apraja, nagyja, a családnak 24-en, hogy együtt fejet hajtsunk. Tehát ez nem teljesen szokatlan, de hát most még többen jöttek olyan unokatestvéri mezőből is, és hát nagyon szükebb barátaim. Aztán egy következő alkalommal, az a megtiszteltetésért, hogy én a Szabadságharcosokért Alapítvány elnöke vagyok. Immáron nagyon régóta, és hát ugye a politikai üldözötteknek hát mégiscsak sikerült valami anyagiakat kiharcolni, megremélem most is éppen sikerül egy további lépést tenni, és hát ők kedves öreg barátaim is megtiszteltek egy ilyen összejövetellel, és végül tegnap este az MDF vezérkara. Egy ilyen kerek évforduló, egy 80. születésnap bizonyára az ember életében mégiscsak egyfajta számvetés. Talán ilyenkor az ember végig futja életének fontosabb állomásait. Legalábbis én így gondolom, hogy ahogy telik az idő, egyre többet nosztalgiázunk már mi is. Hát gondolom azért 80 évesen meg biztosan vannak ilyen nosztalgiázási pillanatok. És íme egy aktuális időpont is. Én azt gondolom, hogy most, ahogy Vitrai Tamásnak is volt egy ilyen műsora, hogy csak ülök és mesélek, én most arra kérném önt, hogy csak üljön és meséljen nekünk egy kicsit a kezdetekről, honnan is eredeztethető, honnan származnak a gyökerek, honnan hozta ezt az elhivatottságot, ezt a fegyelmezett életstílust, amiről megismerhettük az elmúlt közel 20 esztendőben. Hát ez a nagyon régiek, ezek a gyökerek valóban. Én Somogyi vagyok, és Somogy Nagybajomban születtem. Apám erdőmérnök volt, Újvárfalva az ott van Nagybajomtól 5 kilométerre, és ott volt a Somsicsféle uradalomban az erdők kezelője. De a nagymama az meg Nagybajomban, mert ugye az ember a nagymamánál született régen otthon a házban. Most van ott a községi óvoda egyébként a államosítások óta. És így nekem két hazám volt, mert elemiben Nagybajomba kellett járni, mert ott két osztályt tanított egy tanító, Újvárfalván meg hat osztályt tanított. Ezek az osztatlan iskolák időszaka a 30-as évek. És akkor én 10 éves koromban apám vitézi cím birtokosa volt, és akkor volt valami felszólítás, ő középosztály adják katonának. Jött a háború szele, vagy Trianon revíziójának hangulata, adják katonának a gyereket. És akkor én 10 éves koromban Kőszegre a Hunyadi Mátyás Honvéd Középiskolai Nevelőintézetbe, ez volt a precíz neve, Czögernek, ahogy népszerűen hívták, bevonultam. Hát ugye néha a mostani menyem, vagy
előtt említem, hogy 10 éves korban el kell 200 kilométerre küldeni a gyereket, akkor az mindig ájuldozik, hogy hogy lehetett egy, ugye milyen kegyetlenség 10 éves korban. Tehát akkoriban akkor kezdődött a középiskola, és rengeteg gyerek volt intézetben egyébként is. És akkor én ott 4 évet végeztem, és nem vált káromra. Az egy nagyszerű intézmény volt. Én emlékszem, amikor még 10 éves korban cipőt pucolni nem volt nagy tehetségem, de egy fél év alatt még a szekrényrend is, amihez pláne nem volt tehetségem, ugye elvágólag az ingek, meg a gatyák, szóval az, meg ágyazni, meg egyébként, ugye falun éltem, és ott minden egy falusi erdőmérnök családjában van cselédlány, és akik ezeket elintézték, tehát ez nem volt olyan egyszerű. Akkor fegyelemre rendre nevelték. Igen, és egy szigor volt, és katonás rend, és ha valami rosszat csinált az ember, akkor azt mondták, és te akarod visszafoglalni Nagy Magyarországot? Na hát, ugye ez egy szörnyű lelkit, szörnyű traumát okozott, hogy miért én nem vagyok méltó arra, hogy 1000 éves határok. Hát akkori idők ez a 30-as évek, 40-es évek fordulója, de 42-ben. Aztán ugye valami reform következtében, 14-15 éves koromban a Pécsi, ez Rínyi Miklós Honvéd gyalogsági hadapród iskolába kerültem, ez a felső. 4 éve volt a civil középiskolának megfelelően, a mostani orvos egyetem, ahol van. Ott egy gyönyörű szecessziós épület, ennek a homlokzatát teljesen elrontották, mikor itt átalakították orvos egyetemmé. Ez Rínyi Miklós volt a neve, barátaim most állítják, vagy restaurálják az Rínyi Miklós szobrot, amit sikerült ott a parkba, kertben megőrizni. És akkor ez ugye, hát itt már komoly katonai kiképzés volt, tehát már 15 éves korban én már azokat, meg fegyverekkel való bánás. Aztán jöttek az oroszok, ja, és akkor a katonai iskolát, akkor én harmadéves voltam, tehát az akkori 7. gimnáziumnak megfelelő, vonatra rakták, és Sopronban is volt egy katonai iskola, oda kerültünk, majd, akkor az oroszok tovább jöttek, akkor vonattal ki Németországba. Hát ott ilyen német kiképzés, német katonát, nem volt jó állapot, és amikor elterjedt, mert egészen nyugati oldalon voltunk, hogy az amerikaiak ellen akarnak bevetni bennünket a németek, akkor fölébredt, hogy ha meg kell halni, voltam 16,5 éves, ha meg kell halni, akkor a hazáért, és megszöktünk. És csoda módon abban az agyon szervezett birodalomba sikerült is hazajönni föl Felvidékre. Az első hadsereg vonult vissza, egy hadnaggyal közben összetalálkoztunk, aki vitt bennünket. És akkor ott a frontra kerültünk. Annyira hihetetlen, hogy 16 évesen ilyen gondolatok fogalmazódnak meg egy emberben, hogyha meg kell halni, akkor halljunk meg a hazáért. Én, de hát nagy voltam. Szóval, ugye 1956-ban 16 évesek mertek az orosz tankok közelébe menni. Nem, nincs félelemérzet. Ezt én magamról tudom, és én ebben találom meg az okát, hogy 56-ban is a 16 évesek mertek a Molotov palackkal közelebb menni a harckocsihoz, nem az idősebbek. Na mindegy, eltelt ez az időszak, bonyodult, és aztán ugye vége lett a háborúnak, szüleimet ott kifosztották mindentől, és Kaposvárat kötöttek ki, apám ott a erdészetnél beállt dolgozni az erdőgazdaságon. És én meg a gimnáziumot megkezdtem, úgyhogy egy évet elvesztettem emiatt a csalinkázás miatt. De hát azért leérettségiztem 47-ben. Hosszú a történet. Aztán egyetemre kerültem. Olyannyira leérettségizett, hogy aztán utána az egyetemet is elvégezte. Ügyvéd szerettem volna lenni, aztán a pénzügyminiszter, pénzügyi jog érdekelt, a pénzügyminisztériumba akartam menni, de nem feleltem meg. Így a tanácsnál, a fővárosi tanácsnál kötöttem ki a pénzügyi osztályon. Mert hogy politikailag nem volt elég megbízható? Ne, hát származási, meg... Igen, hát akkor úgy mérték.
A pénzügyminisztérium statisztikájában már oda nem kevés férte. szám, munkásszármazású, munkáspara származású, akkor én nem fértem be. Ezek ilyeneken múltak akkoriban. Aztán jött 56, forradalmi bizottsági tagság, eltávolítás, aztán letartóztatás, aztán kistartsa, aztán rendőri felügyelet. És hát akkor elindult egy új életpályának, azt mondták nekem, hogy a tévé, akkor született a Pesti, oda mindenkit fölvesznek, csak adjam be a kérvényt, beadtam a kérvényt ilyen diszletmunkásnak. És akkor bejött egy nő, 2 hét múlva, hogy szégyen magát, maga eltagadta, hogy ellenforradalmár volt. És szóval magyarul ez a karrierem, ezért nem ülök most fordítva, ezért nem ülünk, mert nem sikerült a tévés karrier. De olyan gyorsan átsiklott a háborús időkön és 56-on is, hogy az ember úgy érzi, mintha ezek olyan könnyű időszakok lettek volna tudja, az ön mit jelent, életében. Mit jelent négyszer kirúgva lenni, állás nélkül reménytelenül nézegetni a azért mondom, hogy ez biztos, hogy nagyon nehéz időszak. A legkevésbé a segédmunkási munkakör volt a nehéz. Aztán nekem azt mondták, hogy a vendéglátóiparban oda mindenki fölvesznek oda. És én italmérő, csaposként helyezkedtem ott el, mert valamiből élni kellett, és nem is voltam eléggé életre való. Tehát a Nagyvásártelepen, ha oda mentem volna kocsit tologatni a kofáknak, az sokkal jobb. Többen ezt is csinálták, csak hát nem kaptam egy jó üzletet. Voltam képügynök, abba belebuktam, nem tudtam eladni krészkarcokat. Nem érezte azt, hogy ez olyan derogáló, mégiscsak egy jogi diplomához? Nem, akkor nem ezt érezte. Ez egy természetes következmény annak. Tudja, milyen nagyszerű emberek voltak, már politikai üldözöttek akkoriban. Hát a rendőri felügyeletre vasárnaponként kellett jelentkezni egy ilyen őrsi rendőri hivatalba. Tudja, milyen társaság jött ott össze. Remek, nagyszerű emberek. És akikkel hol gorombán bántak, ha olyan volt a hangulat, hol csak aláírták, hogy jelentkezett és mehetett. Szóval nekem ott kalandjaim vannak ilyen találkozóról is. Hát ha el lehet mondani, hogy megyek jelentkezni, és egy ilyen magas szikár úr nálam, 20 évvel idősebb. És megszólít, hogy kérem, itt valahol egy rendőr szobának kell lenni. Mondom neki, én is arra megyek, erre megállsz. Igen, szervusz kér. De hát ebben a régi magatartásformák lejtése is benne volt, hogy ugye abban a pillanatban már a kamerádok egymásra találtak. Nagyon rossz volt, és nagyon nehéz volt, és aztán végül szerencsém is volt. Hát gondolj el, hogy az egész országban, amikor a vendéglátóiparban én már főosztályvezetőféle voltam. Mert hogy időközben szépen felküzdötte azért magát a csaposi. Akkor egyetlen egyetemi végzettségű voltam az egész ország vendéglátóiparában. Na, jött az értelmiség megbecsülési kampány. És én ugyan ott voltam a múltammal, de aztán ugye volt egy párthatározat, hogy aki nem börtönös volt annak, ha rendesen dolgozik, akkor elnézik és így tovább. És akkor én egy mérhetetlen iskolázottsági előnyben voltam sokakkal, és jött az új mechanizmus, ugye a gazdaságelintás, ugye a 68-as reform, és hát mondom, hogy az a diploma, akkor, hogy diplomás vagyok, sok előnnyel járt. A minisztérium engem választott egy bizottságba. Na most, aki már hagyta egy bizottságba, ott ül, ott van, akkor ott már megismerik meg. Mert nem sok értelme volt a bizottságnak, de annak igen, hogy én ide juthattam. És hát a további karrierem sajnos és fájdalommal mondom, halálesetekhez kapcsolódik. Tehát én úgy lettem a vállalat vezetője, hogy 51 éves korában meghalt az igazgató, és az új mechanizmus szelleme még élt. Szívrohamba meghalt, erre nem lehetett számítani, és akkor az kim volt Pesterzsébeten, az egy periféria volt a szakma, ugye a vendéglátó szakma, belvárosi, meg szállodai szakma. Csak nem volt más, addigra megismertek itt, akkor engem kineveztek, mindahogy
miniszterelnök is úgy lettem, hogy egy tragikusan korai halál miatt kerültem ebbe a pozba. Mind a kettőt nagyon bánom. Mind a kettő tovább élhetett volna, sőt, kellett is volna tovább élniük. De hogy jött az életében a politika? Azért azt érezzük, és tudjuk most így a rövid kis önéletrajzából, hogy azért a háború szele, a forradalom szele megcsapta. Mégis mi volt az a motiváció, amikor úgy döntött, hogy vagy kinek a motiváltsága miatt került kapcsolatba a politikával? Az érzésem családi környezetből kiindulva, alapvetően meghatározott eszmerendszerbe nőttem fel, ezt én már gimnáziumban tudtam. Ültem is akkor másfél napot egy rendőrségi szobán még gimnazista koromban. Tehát ez ami eszmények, amik bennem kicsiráztak, vagy akkor ezek végig kitartottak. Na most volt nekem egy találkozásom és egy barátság kezdete 1955-be, és azt a barátot, aki akkor lett frissen, akkor végezte a bölcsészkart és friss tanár lett, azt Antal Józsefnek hívják. Na most 55, 89 tessék összerakni, hogy hány évtizeden keresztül voltunk mi barátságban, nem kétséges, ő hívott be engem. Én nyugdíjba mentem, hát már 88-ban, de 89. február 1-jel hivatalosan nyugdíjba mentem. Betöltöttem a 60-at, nem akartam tovább. Közben ment a politikai élet, azonban nyugdíjas voltam, és mondtam, hogy nyugdíjasnak nem illik itt ugrálni már. De Antallal kapcsolatban voltam, és ő ismerte a múltamat, a felfogásomat, mindent. És aztán megalakult a kormány. Már 8 vagy 9 napja működött, mikor Antal titkárnője fölhívott, hogy akar velem beszélni, beszélek vele, és azt mondja, hogy gyere már be, egy óra belül, mert valamit akarok. Mondom, hát én Balaton mellett vagyok, egy gatyába itt május végén. Ez nem fér. Na, de aztán bementem hozzá, és végig kellett hallgatnom, hogy miért van szüksége rám, hogy a titkosszolgálatot, ami körül ugye óriási homály lengett, néha leng még ma is, hogy annak felügyeletét bízta rám. Aztán a körülmények úgy hozták, taxisblokkát, hogy úgy gondoltam miniszterelnök, hogy belügyminiszternek kell lennem. Aztán az voltam, az már a miniszterelnök helyettese volt a mi időnkben, meg 1800-as évek óta Magyarországon mindig. Nem oszlatták fel a belügyminisztériumot, mindez a kormány tette nagy hibát elkövetve. És hát bekövetkezett a tragikus halál, és akkor én mind volt helyettese tulajdonképpen. De azért úgy választották meg. Választottak, de amikor igen. Belügyminiszter volt, akkor például még nem volt párttag sem. Nem, hát én nem voltam. Mondom, én nyaraltam, én nem vettem részt a Magyar Demokrata Fórum mozgalmaiba, sőt elmondom magának, mert ma már nem titok. Valamikor szeptember, 89. szeptemberében én tulajdonképpen Antal Józsefnek szemrehányást tettem, hogy mit keres ebbe a baloldali népi gyülekezetbe. Mert olyan parasztpártra, mind a 45-ös parasztpártra, de hát én itt olyan dolgokat mondok, amit a nézők jelentős része nem érthet meg, csak az idősebbek, hogy a 40 után a parasztpárt volt ilyen, ezek a népi hevületek és gyönyörű beszédek, teátralitása, hazaszeretet, csak úgy izzik a levegőbe. De hát én tudtam, hogy a kormány képességgel általában ebben a szellemi körben nagyon nagy bajok vannak, és akkor Antal Józsefnek ez, és ő mondta nekem, hogy van ott azért más is. De hát az alapítók meg a domináns személyek, ugye azok sugározták ezt a derék kicsit balos hajlamú, de erős nemzeti érzéssel telített népi jelleget, amelyik hát előttem nem volt ismeretős, már 45 előtt is, ugye akkor egyik fele elment nemzeti szocialistának, másik fele kommunistának, 45 után meg egymást nyírták ki. Tehát ez egy ilyen érzelemdús
társaság politikai hozama nagyon kevés van, de el kell ismerni, hogy például a Magyar Demokrata Fórum alapításában és ebben a lelkesítésben nagyon nagy szerepet kaptak az égiek szerencséje, hogy kerekasztal tárgyalások voltak, és ott felismerték, hogy hát azért érteni is kell a dolgokhoz, és Antal pedig kiválóan értett, így lett Antal 89 végén pártelnök. Na most ez a régi ismeretség keresett embert, ez nagyon bizalmi ügy volt, ez a titkosszolgálat. Akkor behívott, és ez egy teljesen más kérdés, hogy ő ismerte vállalati működésem egyes elemeit, vagy legalábbis volt képe róluk, és úgy gondolta, hogy belügyminiszternek kell lennem. Hol igen határozott belügyminiszter volt, és akkor beszélhetünk a rendőrségről is egy kicsit. Hogy jellemezné magát akkor belügyminiszterként, illetve miniszterelnökként? Nézze, rólam ugye akkor egy képet festett a sajtó, radikális, szélsőséges, mindenre képes, nem is lesznek választások, meg megpucsolja. Igen, ezért kérdeztem arra, hogy ön magát, hogy nézze, látta. Engem ezek a dolgok nem nagyon foglalkoztak. Én azt tudtam, hogy egy hangvétel kell, kétféle hangvétel belügyminiszterként. Teljesen szétesett, elgyávult a rendőrség. Gondolja el, ezek a 89-90-es évben pártok járkáltak ki, be, ott ült az a szerencsétlen rendőri vezető, nem tudta, hogy melyik párt, hogy nem mert semmi. Jártak pártgyűlésekre a rendőrök, első dolgom volt, hogy megtiltottam, hogy pártgyűlésekre járjanak, és még az MDF gyűléseiből is kitiltottam, mert állások voltak érte. Na szóval én tudtam, hogy ezzel a rendőrséggel semmire nem lehet menni, és tisztában voltam vele, ahol ma is, és nagyon bánom, hogy hiába mondom, a mai politikus generáció erre nem reagál megfelelően. Abszolút rendet kell az országba teremteni, utcán, közlekedésbe is sok minden, hát a taxis blokkád ugye bebizonyította, hogy az országnak nincs rend, akkor már nincs rendőrsége. Hát, és akkor én bizony ott nagyon kemény hangvétellel teremtettem rendet, biztos kés korábbi ifjúkori katonaiskolás módszertani ügyek felelevenedtek bennem, és a másik volt a közigazgatási rész. Ugye hát az is teljesen ez a tanácsrendszerben a normák nélküli közigazgatás, és akkor én sok jegyzői értekezleteket tartottam meg, sok mindent, hogy legyen világos, hogy a közigazgatás minden tisztviselő a törvényeknek van elsősorban alávetve, és csak másodszorban a főnökének, hogy ezt tudatosítani, hogy mi a közigazgatás. Annyira sajnálom, de az időnk végéhez értünk, és még rengeteg mindenről beszélhettünk volna, de hát ugye talán térjünk vissza így a beszélgetés végén, mégiscsak a kezdethez, ehhez a 80 évhez, amivel el is indítottuk ezt a kis dialógust, hogy ilyenkor az ember egy kicsit ha visszagondol, akkor egy kicsit a jövő felé is néz. Hogyan tovább? Hát személyes hogyan továbbom nincs. Annyi eszem azért van, hogy reálisan felmérjem azt, hogy ami nekem fontos, a családom leszármazottaim, unokáim is, egyebek mellett, az tényleg őszinte meggyőződésre mondom az ország sorsa. Ha most kicsit hevültebb lennék, hazát mondtam volna. Ez tényleg bennem nagyon belém égetett érzelemvilág, és főleg azért, mert aggódni van okom. Tehát a hazai közfelfogás, közállapotok, hazai közviszonyok mélyen lehangolnak. Iszonyú árat fizettünk azért, ezért a háborúvesztés után, ezért a szocializmusért is. Nagyot vesztettünk már a holokausztal, egy értékes emberállomány tűnt el, és 45 után pedig sorba gondolja el egy évszázadok után kialakuló és módosuló társadalmi szövetrendszert durva kezekkel széttéptek. Itt minden politikus, aki ma outsider, kezdő, múlt nélküli, régen egy jelentős arány örökségeket hordozott magában, ma nem tud, nincs mi. Tele van hatalomvágyó improvizatőrökkel. És pokoli gyenge volt itt, nem gyenge, torzított a történelmi oktatás. Tehát azok a precedensek, hogy 100 évvel ezelőtt mi volt, mert akkor nagy zűrzavar volt,
ebbe az országba. Az miért volt és hogy lehetne elkerülni? Nem, majdnem ugyanazokba a csapdákba lépegetünk be. Így én középtávon nem vagyok optimista. A mai politikai generáció után a rendszerváltozás utáni illúziók terméke, kihunyt illúziók terméke. Hát, hogy a következő milyen lesz, azt én nem tudom. Néha úgy szeretném elmondani, de nem történelmet kell tanítani, az eseménytörténet, politika történelmet kell tanítani, hogy miért. Miért mondta Deák 1865-ben a húsvéti cikkben, amit mondott? Miért? Miért változtatott álláspontot? Ki volt Andrássy Gyula? Miért ment el a monarchia? A miértekre válasz. Miért kellett a függetlenség és 48-as pártnak akkora szerepet vállalni? Hogy roncsolta szét a szabad elvű párt, a Tiszák pártjának a organikus építését. Szóval, ha ezeket én, ki volt Bethlen István, miért volt nagy? Mert Magyarországon igazán nagy miniszterelnök Tisza Kálmán meg Bethlen István volt, mert volt idejük konszolidálni az országot. Nem a forradalmi lánglelkűek teremtettek hazát itt ezen a földön, hanem a konszolidáló politikusok, akik 10 és 15 évet kaptak, és az alatt átalakult, fejlődött az ország. Bethlen egy reménytelen trianoni Magyarországból egy taprált országot teremtett. Ezek az ideálképek vezényelnék a mostani fiatalabb politikus nemzedékek, de nem ezek vezénylik. Irtózatos a hatalmi ambíció, a harc, az eszközök nem válogatósak, egy valamire való párbajkódex előírásainak nem megfelelőek. Gondolj el, egy országba úgy élni, hogy lehet egy zsebbe, stikába lehallgatott magnetofon szallagot közhírré tenni. Régen ezt szégyelte volna bárki vállalni, hogy közhírré teszem, mert ez böcsületügy volt, férfi böcsületügy volt. Meg nem sértvén a gyengébb nemet, hogy ezek milyen, mennyire hiányoznak nekem. Na persze, mindenkor más. Nem volt még olyan öreg generáció, amelyik nem ostorozta volna az utána jövőket. Ez ad némi reményt, hogy hát, ha nincs teljesen igaza. Hát akkor én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hadd kívánjak önnek sok-sok egészséget, sok-sok örömöt még. Remélem nem csak a családban, hanem a politikában is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk legközelebb is, minden jót!